Ez a híradó 8 órakor, az M1-en Rapp Ferenc vagyok, jó reggelt kívánok! Ma reggel újra kinyitottak az óvodák és az iskolák alsótagozatos osztályai. Az intézményekben az elmúlt napokban fertőtlenítették a helyiségeket. Az iskolákban újra kötelezővé tették a lázmérést, valamint a távolságtartás érdekében bevezetett intézkedések betartását. Szükség esetén az osztályokat is ketté bontják a tanárok. A szülők ugyanakkor az újranyitás ellenére is dönthetnek úgy, hogy egyelőre otthon tartják gyermekeiket. Az előző napi adatok szerint az átoltottak száma meghaladta 3.252.000-et, vagyis már minden harmadik magyar kapott oltást, közülük csak nem 1.386.000-en már a második vakcinát is megkapták. Ez jóval magasabb arány, mint az uniós átlag. Az oltási kampány jó tempója miatt ráadásul arra lehet számítani, hogy napokon belül elérjük a 3,5 millió beoltottat. A 4 kedvezőtlen statisztikai adatból 3 már határozottan lefelé indult, így értékelte Rusvai Miklós víruskutató a Kossuth Rádióban az előző nap járványügyi adatait, amikor 3700 új beteg mellett 205 halálesetet kötöttek a koronavírushoz, és 8500 alá csökkent a kórházban ápoltak száma. A szakember azt mondta, egyedül a halálos áldozatok száma stagnál immár 2 hete. Várjuk meg a keddi adatokat. Én remélem, hogy most már az elmúlt 4 nap kedvező tendenciája folytatódni fog, és kedden is egy viszonylag alacsonyabb adatot látunk. De a másik 3 adat, tehát a friss fertőzöttek száma, a kórházban ápoltak száma és a lélegeztetőgépen lévők száma határozottan csökken az elmúlt 10 napban. Amikor felvesszük az oltást, valamennyi honfitársunk életét és egészségét védjük. Erről beszélt a Semmelweis Egyetem rektora az M1-en. Merkeli Béla szerint a maszk és a távolságtartás a járvány lecsengése után is vélhetően része lesz az életünknek még egy darabig. Hozzátette azt is, hogy a következő időszakban főként a fiatalok mobilitása nő majd meg leginkább. Így ők azok, akik a jóval fertőzőbb brit variánst tovább terjeszthetik. A fiatalok azok, akik nagyon sok kontaktust vesznek föl. Ennek következtében ennek a nagy fertőző képességű brit mutánsnak különös szerepe van a fiatalok megbetegedésében. És úgy tűnik, erre már vannak adatok, hogy nem csak a számok nőnek folyamatosan, hanem valószínűleg egy agresszívebb fertőzést okoz, és ez okozza végül is azokat a relatíven magas kórházi tartózkodásokat és azokat az intenzív osztályos számokat, amiket mostanában hallunk és látunk. Újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a koronavírus elleni védekezésben az Egyesült Államok. Már a teljes lakosság 1/4 túl van a teljes oltáson, ez 84 millió amerikait jelent. Közben a Betegség Megelőzési Központ tájékoztatása szerint ebből a 84 millió emberből eddig 5800-an mégis megfertőzöttek a koronavírustól, 74-en pedig életüket vesztették. Lukocki Gáborhoz kapcsoltunk az Egyesült Államokba további információkért. Összességében a teljesen beoltottak nagyon kis százaléka, hányada fertőződött meg, ezekre az esetekre pedig számítani lehetett és lehet is a későbbiekben is, ahogy egyre több és több millió embert oltanak be az Egyesült Államokba, a vakcinák ugyanis nem nyújtanak 100%-os védelmet, mint azt tudjuk. A CDC a következő időszakban tovább keresi a választ arra, hogy pontosan meghatározzák, hogy kik lehetnek hajlamosak leginkább a fertőzésre azután, hogy megkapták a védőoltást. Egy éves gyermekükkel ment drogot venni egy pár a fővárosban, de végül lecsaptak rájuk és a dílerre is a nyomozók. A razzia során a díler menekülni próbált, őt kisebb üldözés után kapták csak el. A szülők nem csak fogyasztották, de volt, hogy árusították is a kábítószert, 2 év börtönt is kaphatnak. Kábítószerkereső kutya vizsgálja át azt a kocsit, amelyben drogügylet folyt a napokban. A Pest megyei felderítők egy olyan párt fogtak el a razzia során a 20. kerületben, amelyik 1 éves kisfiát is magával vitte. A pár férfi tagja ült be az autóba a kábítószerkereskedő mellé, úgy cseréltek árut. Ekkor csaptak le a rendőrök. A dealer meglátva őket elhajtott, az apa már mozgó kocsiból ugrott ki, de megbilincselték. Nem sokkal később a kereskedő is meglett.
A kutatások során megtalált és lefoglalt anyagokról az előzetes vegyész szakértői vélemény szerint kiderült, kábítószernek minősülnek. L. Norbert panaszt tett a gyanúsítás ellen, a vallomás tételt pedig megtagadta. Az őrizetbe vett férfi ellen a Pest megyei rendőrfőkapitányság felderítő osztálya kábítószer kereskedelem büntettének megalapozott gyanúja miatt indított eljárást, kezdeményezték a letartóztatását. Egy ügyvéd szerint a pár mindkét tagja ellen eljárás indulhat, függetlenül attól, hogy a férfi és nem a nő találkozott közvetlenül az eladóval a rajtaütéskor. A gyanú szerint a szülők több mint 1 millió forintot költöttek drogra az elmúlt hónapokban. Mindketten fogyasztók, ráadásul az apa, ha megtehette, ismerőseinek is továbbadott a készletet. A férfit kábítószer kereskedelemnek a csekély mennyiségre elkövetett alakzatával gyanúsítja a nyomozóhatóság, míg a nőt kábítószer birtoklásának a vétségével. Ez mind a két esetben egyébként 2 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetni rendelt cselekmény. Az előzetes vegyész szakértői vélemény szerint a lefoglalt anyag marihuánát tartalmaz. A fiatalok körében igen elterjedt. Ez a stimulánsok közé tartozik, tehát felpörgeti az embert, jókedve lesz tőle, az idő térérzékelés módosul, minden nagyobb jelentőséget kap. A razzia során a kereskedőtől 12 kiporciózott adagot, a lakásán további 228 g zöld növényi törmeléket és szennyezett edényeket foglaltak le. Halálos autóbalesetet okozott egy önvezető elektromos autó az Egyesült Államokban, Texasban. Az eddigi vizsgálatok szerint a Tesla robotpilóta üzemmódban éjszaka nagy sebességgel haladt egy kanyarban, mielőtt egy fának ütközött. Az autó első utasülésén, valamint a hátulülő férfi is életét vesztette. Szakértők szerint az autók önvezető képessége a legjelentősebb változás a jármű technológiában. A Tesla és más autógyártók hatalmas profitot látnak a sofőr nélküli vezetésben, amennyiben sikerül leküzdeniük a biztonsági akadályokat. 11 ember meghalt és csaknem 100-an megsérültek egy vonatbalesetben Egyiptomban. A Kairóból Manszúrába tartó szerelvény 4 kocsija a fővárostól mintegy 40 kilométerre kisiklott. A tragédia okát még vizsgálják a hatóságok. Rövid idő alatt ez már a 3. súlyos vasúti szerencsétlenség Egyiptomban. Márciusban 20-an vesztették életüket, amikor 2 szerelvény összeütközött. Április elején pedig 15-en sérültek meg egy másik vonatbalesetben. Világszerte megemlékeztek a 99 éves korában elhunyt Fülöp hercegről. Szülőhelyén, a görög Korfu szigetén ortodox istentisztelettel búcsúztatták. Kanadában pedig nagyszabású gyászmisét rendeztek, amelyet a koronavírus járvány miatt az interneten közvetítettek. Eközben II. Erzsébet férjének szombati temetését követően az Egyesült Királyságban véget ért a hivatalos gyászidőszak, ezért felvonták a félárbocra eresztett brit lobogókat. Lassan emelkedett ismét a magasba a brit lobogó vasárnap a Buckingham palota tetején. A zászlókat április 9-én eresztették országszerte félárbócra, miután Fülöp herceg, II. Erzsébet királynő férje elhunyt. A brit miniszterelnök Downing Street-i rezidenciáján is felhúzták a lobogókat, ezzel jelezve, hogy vége a nemzeti gyászidőszaknak. Fülöp herceget ugyanis szombaton végső nyugalomra helyezték Windsorban. A hercegre emlékeztek Korfun is, ahol csaknem 100 évvel ezelőtt a világra jött. A Görög-szigeten ortodox gyászszertartást tartottak az edinburghi herceg tiszteletére, aki 18 hónapos korában hagyta el szülőföldjét, amikor családját száműzték. Kanadában is egyházi szertartással búcsúztatták a brit királyi családtagját, a megemlékezést a koronavírus járvány miatt interneten közvetítették. Fülöp herceg 22 alkalommal kísérte el feleségét kanadai uralkodói látogatásaira, több alkalommal pedig egyedül is képviselte a brit koronát az országban. Életét a kötelességnek és a nemzetközösség polgárainak szentelte. A távozását követő napokban számtalan embertől hallhattunk erről Kanadában és szerte a világon. Emlékeket, történeteket osztottak meg, és elmondták, hogy milyen nagy hatással volt életükre és közösségeikre. Ez senkinek nem lehet meglepő, hiszen Fülöp herceg nagy szolgálatot tett és hitt az emberekben, különösen a fiatalokban. Kihívás elé állította őket, hogy többet tegyenek, higgyenek magukban, és törekedjenek a jobb és fényesebb jövőre, mondta Kanada miniszterelnöke.
Fülöp Herceg több mint 40 szervezet védnöke vagy elnöke volt az észak-amerikai országban, emellett 11 tiszteletbeli katonai tisztséget is kiérdemelt élete során. Ezért a kanadai hadsereg több mint 40 perces ágyúsor tűzzel tisztelgett a hajdani tengerésztiszt emléke előtt. A híres varsói Povanszki temetőben pedig Fülöp Herceg egyik felmenőjének sírján ágyújtottak Mécsest vasárnap. Az 1810-ben elhunyt Friedrich Hauke sírkövén is feltüntették, hogy Julia nevű unokája révén nem csak a svéd és a spanyol királyi család egyenes ági őse, de Fülöp még a család nevét is Battenberg hercegnőjétől örökölte.